Szép reggelt kívánok mindenkinek, és eredményes napot. Ahogy ígértem, amint van egy kis eredmény, akkor be fogok jelentkezni. Nyilván ez még nem a versenynek az eredménye, hanem a mi reggeli eredményünk. Egy jó hírrel szolgálhatok, hát legalábbis nekünk ez mindenféleképpen nagyon jó hír, hogy bár az őszi versenynek a tapasztalata alapján, ugye itt ez nem igazán éjszakai pályának lehetett mondani, hogy az éjszaka elég gyengén fogtunk. Én emlékszem rá, tavaly is ilyen 6 halat tudtunk fogni. Viszont most az érdekesség az, hogy éjszaka, most reggel van 7 óra elmúlt pár perccel, most mérlegeltek le, és 12 darab halat tudtunk éjszaka fogni. Ebből egyetlen egy volt 5 kg 22 dekás, ez egy ilyen kóbor, ami ide kóborolt, de az összes többi szinte mind ilyen 10 körül, tehát a legkisebb az 9,87, 9,90, 9,75, és utána pedig jöttek a nagyobbak, 11-es, 14-es, 10-es, 12-es, 13-as, 14,80, 11,43. Tehát gyönyörű szép halakat fogunk, és tényleg így kényelmesen tudunk horgászni, tehát tényleg nagyon-nagyon örülünk. Amit még szerettem volna elmondani nektek, felmerült biztos több mindenkibe, hogy most ugye mint SBS Sziko teamként itt vagyunk, és hogy akkor hol van a Szikóból a Szigetfalvi, mert ugye ez a Szigetfalvi és a Kovácsnak a neve. Ugye nem tudom, hogy tudjátok-e, de akik figyelemmel kísérték, azok tisztában vannak vele, hogy múlt hét pénteken fejeztük be a Pródi versenyünket, ahol 35 kg hián 2 tonna halat fogtunk, tehát több mint 1960 kg halat. Ez mindössze a negyedik helyre lett elegendő, de így is azt gondolom, hogy egy nagyon szép eredmény, és pénteken ugye hazamentünk, egy napot tudtam pihenni, és vasárnap reggel pedig indultunk, és tegnap délután, ugye vasárnap délután kezdődött a verseny. Úgyhogy ezt Bandi nem vállalta be, mi bevállaltuk, ugye Nyerges Gergő, aki itt van velünk, ő munkatársam, és még Attila, Kaponyás Attila, aki is segít, ők jöttek most velünk. Mondom, azért ennek az az oka, hogy Bandi nem vállalta be így a két hetet egymás után, meg ennyi halfogásnál. A másik még ugye felmerülhet az is, hogy a Desedán sem láttátok a Bandit, hanem ott ugye a Trembóczke Krisztiánnal horgáztam. Ennek pedig az az oka, hogy nyilván olyan, mondjuk úgy, hogy sérelmek, meg kellemetlenségek értek minket annak idején az OB-n, mikor egy átmenetileg abba hagytuk, hogy Bandi azóta se igazán heverte ki, ráadásul ugye azok a halfogási mennyiségek nem igazán hozzák lázba, hogy ugye ott kell ülni egy vagy két vagy három halért adott esetben, bár most az előző fordulónál nagyon-nagyon szép eredményt tudtunk elérni, mert szinte majdnem 200 kilót fogtunk a verseny ideje alatt. Az Desedán ez egy nagyon szép eredmény, meg tényleg jó fogások voltak ahhoz képest, de nyilván ő még nem lépett túl ezen a sérelmen, ami ott történt. Én már letettem, oldalra tettem, és akkor újra próbálkozunk, úgyhogy ez az oka, hogy Bandi még mindig nem szeretne a Desedára eljönni horgászni. Bízunk benne, hogy nála is ez át fog fordulni, de addig ezzel a felállással fogunk előre menni. Hát egyenlőre ennyit tudok elmondani. Most ugye 7 óra elmúlt, elkezdjük az etetést. Ugye tudom, hogy sok embert izgat, hogy mi lehet ez a piros valami, szupercsali, mert ugye lehetett látni az interneten is, hogy volt, aki már mindenféle feromon, meg mindenféle dolgot, hogy ők tudják. Na, lehet, hogy erről is fogok beszélni, de nyilván nektek is meg kell érteni, hogyha most itt ezt nem csak ti nézitek, hanem azok is, akik versenyeznek, és ha most elmondom, akkor nyilván magunkat hozzuk hátrányosabb helyzetben, de biztos, hogy fogok beszélni majd a technikáról és csalikról, hogy miket, hogyan használunk, hogy tudjak nektek is segíteni, hogy még eredményesebbek tudjatok lenni. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok, és akkor amint van eredmény, akkor azt közé fogjuk tenni, láthatjátok, és akkor igyekszünk minél hamarabb újra bejelentkezni. További szép napot nektek, sziasztok!